Hello, srácok! Itt vagyunk a Retro Bontások utolsó záró epizódjával. Amint mondtam, 4 darab újabb szériás FIFA 365 csomagok, amiből meccset csinálunk, méghozzá Barcelona Paris Saint-Germain-t. Pontosan azért, mert ebben a két csomagban Messi még a Barcelonában van, itt viszont már a Párizst képviseli. Úgyhogy, első félidő, második félidő, kezdjük is egy 21-es FIFA 365 csomaggal. Ilyet amúgy még abszolút nem is bontottam, csak cserék által gyűjtöttem, úgyhogy... Az első bontásunk egy Bruno Valdez, Felipe, ez egy Alphonso Davies International Star, ez pedig egy Sergi Roberto, vezet is a Barcelona, aztán van egy Bentancur, és Joshua Kimmich. 1-0-ra vezet a Barca, nézzük a 22-es FIFA 365, ugye a sima alapszéria. Mason Mount International Star és egy Game Changer, Sebastian Villa, Masuras, Gio Reyna, Lyon logó és Dodó kacsa. Úgyhogy itt sem Párizs, sem pedig Barcelona nem volt. Úgyhogy 1-0-ra Sergi Roberto góljával vezet a Barcelona. Nézzük az update csomagot. 22-es update csomag. 21-ből nem bontottunk, de 22-ből bőven. De Paul Impact Signing és egy Cristiano Ronaldo fans favorite. Haló? Brahim Diaz, Ander Herrera, egyenlít a PSG, Lukaku és Julian Brandt. Roli! Barcelona Párizs 1-1, és a legújabb szériás FIFA 365 csomaggal zárunk. Egy utolsó tánc. City felállás. Game Changer Leo. Nagy nyitás. Foden fans. Van Dijk titán. Mit szedünk ki? Militao. És Danilo a végére. Hát srácok, ez a Barcelona-Párizs meccs 1-1 lett Sergi Roberto 2021-ből, és Ander Herrera 22 update széria. Úgyhogy ez volt srácok a retro bontások sorozat. Köszönöm, hogy 8 részen át velem tartottatok. És ha nem tettétek meg, promocionális feliratkozás, like és a minden, amit kell. Legyetek jók, és sziasztok!